Ezt a szórólapot terjeszti a baloldali képviselőjelölt, aki Baranya egyes számú egyéni országgyűlési választókerületében indul. Vetétársát Putyin csatlósának nevezi, míg magát a béke garanciájának. Sajnáljuk, hogy a baloldal ezt a békétlenséget, ezt a háborút is arra használja, hogy kampányoljon. Ráadásul elég méltatlan módon engem Putyin csatlósának nevez, ő magát a béke garanciájának. Én úgy gondolom, ez a jó ízlés határait is messze súrolja, jó érzés határait is messze súrolja, sőt át is üti, de szerencsére nem baloldaliak az emberek, hanem magyarok elsősorban, és mint hallhattuk a miniszterelnök úrtól is, Magyarországon jó emberek élnek, én ebben bízom, mi is igyekszünk azzá lenni és tenni. Kővári János szerint szomorú, hogy ilyen eszközökkel élnek a baloldalon a kampányban. Azt akarják elhitetni, mintha lenne valami köze a háborúhoz politikai ellenfeleiknek, de ez nem igaz. Mellár Tamást az üggyel kapcsolatban kereste a sajtó, de egyelőre nem adott választ arra, hogy miért így kampányol.